Az amerikai bölény Észak-Amerika legnagyobb testű szárazföldi emlőse. A faj egykor százezres csordákban vándorolt a prériken, állománya egykor elérhette az 50 millió egyedet. Egyes észak-amerikai indián törzsek táplálkozásukban és ruházkodásukban gyakorlatilag teljes mértékben ettől az állattól fügtek, számtalan módon hasznosították az amerikai bölényt. A faj az európaiak megjelenésével, a telepesek könyörtelen mészárlását követően a kihalás szélére sodródott a 19. században. 1905-ben azonban megalakult az Amerikai Bölényvédelmi Társaság, szerencsére néhány száz példány megmenekült, ami elegendő volt a faj túléléséhez. Ma állományuk 50 ezer állatra tehető, s ezzel úgy tűnik biztosítva van a faj fennmaradása. A Nyíregyházi Állatparkban ez idáig egy ivarérett hím és három nőstény élt együtt, a kis üsző születésével már 5 tagot számlál az amerikai bölénycsapat. Egy hónappal ezelőtt nem csak amerikai, hanem európai bölény is született Sóstófürdőn. A két borjú egy hét különbséggel látta meg a napvilágot. Szépen cseperednek állatparkunk amerikai és európai bölényborjai. Az országban egyedülálló módon csak mi tartjuk ezt a két fajt. A szaporulat azért is örvendetes, mert mind a két különleges állat a kipusztulás szélére került. Ráadásul az európai bölény kifejezetten az állatkerteknek köszönheti a létét. Ugyanis annak idején, 1923-ban a legutolsó európai bölény kipusztult a természetben, és az Európai Bölényvédelmi Társaság 56 állatot befogott az állatkertekbe, és az ő szaporulataikat visszajelzte később a természetbe. Tehát ha nem lettek volna állatkertek, akkor már nem lenne ez a faj. Az állatkertek így nem csak megmentették Európa legnagyobb testű szárazföldi emlősét a kipusztulástól, hanem esélyt adtak a fajnak a szabadon élésre. A Nyíregyházi Állatparkban élő Európai Fajmegőrzési Program keretében érkezett állomány egy bikából és két tehénből állt, s a nemrég született kis európai bölénybika borjúval már 4 egyedet mutat be a park.